mint láthatjátok, ez egy ilyen körülbelül narancssárgás, kicsit barnás, tehát félúton van a heroin és a metamfetamin között. Indikátor papír és egy gyors tesztelőspré segítségével kábítószergyanús növényeket vizsgáltak a fiatalok kedden a PTE Deák Ferenc gyakorló általános iskolában. A hetedikes tanulókat a NAV egy munkatársa vezette végig egy kitalált ellenőrzés és elfogás folyamatán. Lépjen előre egyet, forduljon a fal felé. Egy lépést előre lép. Jó, úgy marad. Másik kész hátra. Jó. Kenderesi Péter is részt vett a bemutatóban, mint mondja, furcsa érzés, ha valakit megbilincselnek. Ott megvan az, hogy mennyire sebezhető egy ember valójában. Mennyi olyan pont van, hogyha azt oda nyúlnak, vagy azt ott megütik, akkor az eléggé korlátozza a mozgását. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai felkérésre vitték el az általános iskolásokhoz a diákprogramjukat egy osztályfőnöki óra keretében. A hivatalnak azért fontos, mert szeretnénk meg bemutatni, hogy milyen tevékenységet folytat a hivatal, és a vámszakmai terület ezen része érdekes is a gyerekek számára. Tehát nem száraz tananyagról van szó, hanem egy kicsit életszerűen mutatjuk be a hivatal tevékenységét. A fiatalok között osztatlan sikert aratott a rendhagyó osztályfőnöki óra.